Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő megbánt most valamit, hiszen történt valami a múltban, amivel téged megbántott, és most visszatér hozzád, bocsánatot kér tőled, rendezni szeretné a dolgokat. Miről van szó konkrétan, erre megadja a választ ez a jóslás. Itt ez a fa életerőt jelent. Azt is, hogy te adsz számára erőt, vagy ő akar segíteni neked. Amit ez a fa még jelent, a gyógyító erő, a biztonság érzete, amikor ő úgy érzi, hogy igen, most oda érkezett, ahova szeretne, ahol le tud gyökerezni, és itt kettőtökről, erről a kapcsolatról van szó. Mivel bántott meg ő téged? Itt voltak korlátozások, nem tudtál cselekedni, hiszen nem kaptad meg az elismerést, nem segített annak idején neked, számodra minden olyan átláthatatlan volt, nem voltál tisztában azzal, hogy mit akar, mit érez irántad, mik a tervei. És pontosan ezen szeretne ő változtatni, hiszen itt megjelenik a nap, és megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, mert ő szeretné tisztázni a dolgokat. Itt látható ez a lovas kocsi, előre mennek az események, ő irányítja a dolgokat, tehát aktív lesz, visszatér hozzád, és mint ahogy a nap mutatja, itt rendeződik valami, jelenti azt is, hogy megvan a vonzalom kettőtök között. Itt ez az angyal szerencsét hoz. Itt meg lesz újra a béke, a harmónia. Ez a férfi kezébe veszi ezt a kardot, és elvág bizonyos dolgokat, mint például kapcsolatokat, vagy lezár valamit, vagy elvágja a félelmeket, a bizonytalanságokat, amit ez a kard még jelent, hogy döntéseket hoz, és beszélni szeretne ezekről veled. Itt láthatóak a kelyhek, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. A te érzelmeidről, az ő érzelmeiről, kettőtök érzelmeiről, és ezekről az érzelmekről szeretne beszélni. Ami téged illet, itt vannak még korlátozások. Erre utal a 9-es szám, ez olyan, mint a kerítés, amikor elérkezel ehhez a kerítéshez, és úgy érzed, nem megy tovább. Ezen át kell mászni, hiszen ez szimbolizálja a bizonytalanságokat. Ez sikerülni fog, és ez az ő terve, ezt szeretné elérni, hogy bízz meg benne, mert ez ad számára életerőt, és ő is akar erősíteni téged, és itt látható a 4-es számnál már a biztonság érzete. De ki kell lépni ebből a szűkös helyzetből, ki kell lépni a bizonytalanságokból és a félelmekből, mert ez tart itt fogva. Sikerülni fog, erre utalnak itt a galambok, jelentik a szabadság érzetét, és ha így van, akkor tudjátok ezt a párkapcsolatot élvezni, hiszen ez felszabadít benneteket, erőt ad számotokra, itt van a szerencse, meg lesz ez a harmónia, meg lesz itt a biztonság érzete,
amire ki tudjátok építeni ezt a kapcsolatot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!